Szervusztok! Úgy gondoltam, hogy bemutatom a görög tarhonya levesnek az elkészítését. Ugyan fent van a blogomon is, de azért más érzés megnézni egy videót, és más elolvasni egy blogbejegyzést. Na hát, igazán egyszerű dolog, egyszerű étel, egyszerű leves. Amire szükségünk van, egy csésze tarhonya, egy fahéjágacska és pár szegfű bors, egy közepes hagyma, felvágva, apróra vágva, körülbelül egy csészényi, egy 200 ml-es csészényi paradicsom lé, illetve sűrített paradicsom lé, és só. Na menjünk, akkor fogjunk hozzá. Itt vagyunk tehát, lekapcsolom kicsit az elszívót, hogy jól hallatszódjon. Felhevítettem újnyi olajat, amiben most beleteszem a hagymát. Kicsit megforgatom a hagymát az olajon. Muszáj az elszívót bekapcsolni. Na most ezen a részen úgy is lehetne folytatni, hogy magyar szájíznek megfelelő görög tarhonyalevest kapjunk a végén. Ami azt jelenti, hogy például most a hagymára rátehetnénk gombát, egy kis békont, és akkor az inkább olyan európai tarhonyaleves lenne. A görög tarhonyalevesben, a paradicsomos tarhonyalevesben nem jár semmi más, tehát a hagyma, utána jön a tarhonya, a hagymának elég volt annyi, mert most mind a kettőt együtt megfuttatjuk kicsit az olajon. Úgy. A sózással is vigyázni kell, ugyanis a tarhonya eleve már tartalmaz sót, tehát én egy ilyen adaghoz teszek mondjuk egy olyan fél kiskanálnyit, fél negyed kiskanálnyit, és aztán útközben meg lehet kóstolni. Most egy kicsit így összepirítom, nagyon nem szükséges, és akkor most erre rájön a paradicsomlé, úgy, és a víz. Vízből körülbelül 8-szor annyit kell tenni, mint a tarhonyából, tehát 1-8 az arány. Fennebb húzom a tüzet. Az olívaolajat soha nem melegítem 3-as fokozaton, csak 2-es fokozaton, hogy nehogy elkezdjen égni, mert 200 fok fölött ég, és az nem jó nekünk, ugye? 3, 4, ezt kimérhettem volna azelőtt is, mielőtt neki fogok a videózásnak, 5, de nem gondoltam rá, ugye? 6, 7 és 8. Rendben van. Most hozzáteszek egy kevés sót. Ahogy mondtam, eleinte egy, körülbelül egy ennyit, az elég lesz. És hozzáteszem a fahéjágacskát, és ezt a pár szegfű borsot, és ennyi. Most hagyom felfőni, miután felfő, azonban muszáj itt legyek a kályha mellett, mert nagyon könnyen oda kap, tehát a tarhonyát nem lehet itt hagyni, hanem folyamatosan kavargatni kell. Körülbelül egy olyan 20 perc múlva lesz kész a leves, amit lehet levesesebbre, tehát lédúsabbra hagyni, vagy pedig lehet tömörebb levest készíteni belőle. Na most tálaláskor általában fetasajtot szoktak rá reszelni. A sok olajtól nem kell megijedni, mert a tarhonya beszívja, és különben is a görögök olajosan, elég olajosan étkeznek. Tehát tálaláskor érdemes rá fetasajtot reszelni, és megszórni egy kis petrezselyem zölddel.
Sőt, dákos, megtört dákosszal is lehet tálalni. A dákosz az a krétai kétszer sült. Azt úgy lehet tálalni, hogy én nem fogom megmutatni, mert az én családom nem eszi meg úgy. Tehát a tányérba az ember beteszi a tarhonyalevest, utána pedig rászórja a dákoszt, és ráreszeli a fetasajtot. Tehát akkor most hagyjuk, hogy ez felfőjön. Nem vagyok megelégedve a színével, ezért teszek hozzá még egy kis paradicsompasztát, amit a hűtőben tartok úgy, hogy a megnyitott paradicsompaszta tetejére teszek olívaolajat. Azért néz ki most így, mert az olívaolaj az megfagy a hűtőben, és akkor ilyen elég ronda kinézete lesz. Viszont így nem penészedik meg, és bármeddig el lehet tartani ezt a paradicsompasztát. Most akkor teszek még a tarhonyámhoz, hogy legyen pirosabb, mert úgy szeretjük. Azt gondolom már elég lesz. Na és hagyjuk tovább főni. Látszik rajta, hogy szépen sűrűsödik. Időközben még beledobtam egy csípős paprikát is, mert eszembe jutott, hogy a családfő, aki görög, egyre inkább kezd az én magyar apukámra hasonlítani, aki ebben a korában, tehát mikor annyi idős volt, mint most az én férjem, akkor minden csípősen szeretett, főleg a leveseket, és most az én férjem is nagyon úgy szeret enni, úgyhogy itt a csípős. De nem vágtam meg, egybe dobtam bele, úgyhogy nem tudom mennyire fog kijönni az ereje, de nem mertem bevaggosni, nehogy aztán túl csípős legyen az egész. Tovább hagyjuk főni. Eltelt körülbelül 20 perc, gyönyörűen besűrűsödött, annyira, hogy már nem lehet itt hagyni egy pillanatra sem, nehogy odaégjen, és ilyenkor, mikor így besűrűsödik, akkor vigyázni kell, mert elkezd szögdösni kifele a lé, a forró lé, és nagyokat cuppan, és akkor úgy kikiugrik a levesből egy-egy csepp, és az nagyon meg tudja égetni az embernek a bőrét. Tehát tulajdonképpen most már kész van, de azért ilyenkor én még meg szoktam kérdezni a családfőt, hogy neki így ízlik-e, vagy még hagyjam, hogy legyen sűrűbb, vagy nem. Ezt a tarhonyát én készítettem, nem az idén, mert nem volt rá szükség, hiszen eleget készítettem tavaly. A blogomban, a görögkonyha.com blogon meg lehet nézni, hogy hogy készítik Görögországban a tarhonyát, mivel hogy ez kissé másképpen készül, mint a magyar tarhonya, ebben nincsen tojás, és kétféle görög tarhonya van, van az édes tarhonya, ez, amit én most készítek, és van a savanyú tarhonya, amit savanyú tejből készítenek, azt nem szeretik itt nálam a családban, úgyhogy én nem is készítettem. Úgyhogy akit érdekel esetleg, hogy hogy készül, az megkeresheti a blogomban, a görögkonyha.com blogban. Azt hiszem az eltevéseknél lehet megtalálni, befőzések, eltevések, a recept listában. A tarhonya leves készen van, úgyhogy most tálalnunk kell, szépen besűrűsödött, ezzel az ősöreg kanállal most teszek a tányérba. Úgy. Mert tegyünk bele szekvőborsot. Jó, és akkor itt van ez a krétai dákosz, amiből én most beleszórok a levesbe, viszont ez nagy darab, úgyhogy ezt el kell törni először. Azt úgy tudom megcsinálni, hogy egy kenyérhez használatos konyharuhába beleteszem, és jól megütögetem. És akkor ezekből rászórok a levesre. Így. Erre pedig fétát lehet morzsolni.
Ahogy mondtam az elején, petrezselyem zöld is nagyon talál hozzá, viszont azt nem eszi meg a családtag, illetve a családfő. Úgyhogy maradunk ennyinél, a feta és a dákosz. Hoppá. Készen van a tarhonyalevesünk, jó étvágyat kívánunk!